Egy kicsit szeretnék segíteni a sövényválasztásban általában. Amikor sövényt szeretnénk telepíteni, vagy egyáltalán elhatároztuk, hogy zöld környezetet biztosítunk, zöld kerítést fogunk húzni, akkor nyilván vannak elvárásaink, miért szeretnénk. Ami nagyon fontos, hogy vannak adottságaink is, és ezeket az adottságokat is meg kell figyelni ahhoz, hogy az elvárásaink tudjanak teljesülni. Alapadottságokat mindenképpen figyelembe kell venni. Fontos, hogy milyen a fekvése. Milyen a talajunknak a kötöttsége. Tehát egy agyagos talaj, mondjuk azt kötött talajnak nevezzük, egy homokos talajt azt laza szerkezetűnek nevezzük. Mindez teljesen másképpen viselkedik a nedvesség jelenlétében. Valamelyik megtartja a nedvességet, valami átengedi a nedvességet. Egy laza szerkezetű talaj esetén a nedvesség gyorsan az alsó régiókba kerül. Ha azt szeretnénk, hogy a gyökérzóna magasan legyen, bocsánat, olyan növényt választottunk, ahol a gyökérzóna magasan van. Közben a nedvesség, ami érkezik, az rendszeresen lehúzódik az alsó zónákba, akkor itt egy probléma van, amire megoldást kell keresnünk. Talajunknak a tápanyagtartalmi eltérések. Ezeket az eltéréseket menet közben kiegyenlíteni csak akkor van módunk, ha megismertük, hogy ott milyen, miből van hiány, miből van túlsúly. Erre nagyon jók az indikátor növények, de erről majd még fogunk beszélni egy másik videóban mindenképpen. Az árnyékoltság az egy nagyon fontos kérdés. Mennyire van tűző napon folyamatosan, mennyire árnyékolt, félárnyékolt. Másik fontos kérdés, a talaj pH értéke. Vannak növények, amelyek erre érzékenyek, és egy pici eltérésnél is már nagyon-nagyon nagy növényélettani eltéréseket mutatnak, nehezen vagy egyáltalán nem fejlődnek.